Idén is biztonságosan üzemeltek a hazai radioaktív hulladéktárolók, hangzott el Kereki Ferenc előadásában. A radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Tartalmas és eredményes évről számolt be. A Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolóban a biztonságos üzemeltetés mellett 250 méterrel a felszín alatt jelenleg a harmadik kamra vasbetonmedencéjének kialakítása zajlik. A már elkészült második kamrában jövő évben kezdődhet meg az új, úgynevezett kompakt hulladékcsomag betárolása. A kiégett kazetták átmeneti tárolójában az idei esztendőben összesen 270 darab fűtőelemet szállítottak át az erőműből. Ebben a modulszerűen bővíthető létesítményben négy újabb, a tárolócsöveket körülölelő vasbetonkamra kialakítása kezdődhet el jövőre. A hatékonyabb kommunikáció érdekében teljesen megújult az RHK Kft. Honlapja, elektronikus hírlevélre váltottak, és belső kommunikációjukat is erősítették. A TEI társulás tagjai örömmel fogadták, hogy ismét naprakész információhoz juthattak a hulladéktárolás helyzetéről. Én azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat, egy kölcsönös egymásra utalás van ugye a tevékenységek folytán. Én azt gondolom, hogy jó a munkakapcsolat, de ezt folyamatosan felül kell vizsgálni, folyamatosan meg kell nézni, hogy ahogy haladunk előre itt a munkában, illetve az időben, hogyha valami változtatásra van szükség, akkor azt úgy hangoljuk össze, hogy a továbbiakban is, illetve hogy hosszú távon is ez a jó együttműködés és ez a jó munkakapcsolat megmaradjon. A TEIT részéről, illetve én a magam részéről maximálisan erre törekszem. Nagyon-nagyon fontos feladatot lát el az RHK, nagyon felelősségteljes feladatot. Ügyvezető igazgató úrtól is örömmel hallottam, hogy nekik is a tevékenységük során elsődleges a biztonság. További fontos fejlemény, hogy a társaság a 2020-as esztendőben is folytatni kívánja a geológiai kutatómunkát a Nyugat-Mecsekben.